Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Hogyan jutottam el ehhez a forráshoz, ezt elmondanám röviden. Megismétlem magamat, de szeretném, ha azok is tudnák, akik most először látják ezt a felvételt. Az anyukám 2002-ben halt meg. Annak idején nagyon szomorú voltam, a Biblia, a hitem, a jó Isten adott erőt számomra. Aztán jött hirtelen egy ötlet, fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, valahogy kerestem a kapcsolatot az égiekkel, és csoda történt, hiszen a nyaklánc által, ami úgy működött, mint egy inga, szavakat kaptam, mondatokat, azon kívül voltak bizonyos gondolatok is, amit tudtam, hogy nem tőlem jön, hanem kívülről, és így találtam rá erre a forrásra, ami annak idején nagyon megnyugtató volt, és bölcs gondolatokat kapok, amit szeretnék veletek is közölni. Természetesen kérhettek tőlem egy ilyen személyes információt a Bibliából. Az energiai egyensúly az 4000 forint, hogy mi jön, milyen információ, hogy mit kapunk, ezt nem tudom, hiszen én ezt nem tudom befolyásolni, én ezt elmondom nektek, hogy mi jön ebből a forrásból, és kíváncsi vagyok a mai üzenetre. A nő és a férfi szemben áll, a nőies energia és a férfias energia. A férfias energia az az arany, a nőies energia az az ezüst. Itt megvan a kapcsolat, megvan a szerelem, megvan a testi kapcsolat is, és ebből a kapcsolatból születik egy gyermek. A jó Isten így teremtett meg bennünket. Ebből a kapcsolatból, ebből a szerelemből és ebből a testi kapcsolatból születnek a gyermekek, és ez biztosítja azt, hogy itt élünk a Földön. Vannak néhányak, akik nem ezen az úton haladnak, hanem egy mellékúton. Ez nem rossz indulat,
ezt így kell elfogadni. Mindenkinél van egy terület, ahol ki tudja bontakoztatni magát, mert ott van egy bizonyos feladat. Milyen feladat vár rád? Ez most fontos erre odafigyelni. A férfias energia az irányítja a dolgokat. A nőies energia adja a nyugalmat, a békét. És az Úr, az égi hatalom adja hozzá a reményt. Ügyelj a szívedre, mert fontos, hogy az Úr a szívedben legyen, és kérd ezt a segítséget, mert a jó Isten segíteni fog. De ez kell, hogy szívből jöjjön. Közeledik hozzád egy hír. Ez fontos lehet számodra, figyelj oda rá. Háború van. Ez nem könnyű időszak. De figyelj oda a saját énedre, a saját életedre. Ez a háború be fog fejeződni. És ez volt a hír a Bibliából, és én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!